Kácsomi csörtészt a csokoládé, szavaztok gyerekek, rül a csatornán! Keeper jelentkezik a következő Seven Days Die videóval! Veressük nekem, én a Veres Egyháza, tudjátok miért vagyok itt? Az előző videónak az index képét vette fel a Keeper! Várjatok gyerekek, nagy baj van ám, nagy a baj! Mindjárt vázolom a helyzetet, hogy ma mit fogunk csinálni, nem fogtok örülni neki. Keeper nem összeszedett, úgyhogy valószínűleg mindent is egyszerre. Na nem ám, nagyon gyorsan hazatekerünk, a következő lesz a mai projekt. Nagyon gyorsan hazatekerünk, eszünk, utána összeszedjük a cuccokat. De várjatok, a cuccokat összeszedhetném. Nem itt van valamelyre? Figyelj, ó, nincs ott messze, várja le! Arra, nincsen messze, útbájtjuk a cuccost. Megnézzük, hogy ott fönt a háttáztatőn milyen dolgok vannak nálunk, igaz, túl vagyunk terhelve, de a Keeper tudod, milyen hülye. Tényleg, megnézzük, hogy mi van a háztetőn, aztán akkor utána meg elmegyünk hazafele. Útba ejthetnénk, de mondjuk ajánlattól nagyon nem lesz, de egyébként, hogyha bármilyen rókakomát, lyukod, vagy bármilyen élőlényt találunk, látunk, akkor azt majd összekapjuk, mint a... Lecsapunk rá, mint a gyulat előttem el, tesó! Jaj, ne. Rügellem. És a nyúlunk meg megszökött. Gyere barátok! Gyere! És azt nem mondta, hogy még mindig. Mi a franc van? A bicikli meg leborult oda te! Komolyan mondom, esküszöm meg tudok őrülni egyébként ebben a játékban régen. Tökölet ijesztegetett tesó. Mi történik itt? Mi van reggel már ma? Mi van, ez a hétfő reggel, ahol mindenki meg van bolondulva? Ha? Mi történik itt? Mi van itt? Na menjünk, csapjuk neki. Hát mi van itt? De tényleg, mi történik? Mi ez az izé? Mi ez az őrület? Reggel korán gyűlök, aztán már izé rankrót mindenki. Kakaduk meg mindenféle dolgok, oké? Na, menjünk, úristen. Hát rendesen beparáztam. Ja, éhesek vagyunk, meg van törve a lábunk, úgyhogy mindenféle hangszer játszik egyszerre. De nincsen semmi probléma, itt voltunk-e? Figyeld, na érdemes volt jönni, látod? Kipa nem olyan hülye, mint amilyennek látszik. Ja, de olyan összeszedetlen vagyok, mint az állat, úgyhogy tényleg bocsánatot kérek mindenkitől, aki azt gondolja, hogy... Kipa, mi a franc? Ja, nem töltődött be, odani micsoda árok van itt. Mindjárt bemegyünk az utcainkat, biciklit ide támasztuk, szépen standerre kiteszem. Fölmegyek, megnézzük, mi a helyzet. Egyébként lehet, hogy a zombik visszatermelődtek ide. Csörgő kigyó meg rám akar menni, hol van? Hallottam, hogy jön a kigyó, ott a... Figyelj, kigyóba is lehet, hogy van hús, nem? Figyelj, ezt sörétesre kell megbántani a kigyót szerintem. Gyere! Jó, jön a kigyóba, jó! Kiugrott a majom a vízből. Jó, kaja legyen az a lényeg. Lehet, hogy csütök is gyors, hogy két kicsit itt, nem? Jó, bemegyünk. Nem sok HP-ing van. Jó lenne egy csövet találni, mert meg tudnám javítani itt a különböző pukkákat. Na, milyen helyzet van, hogy van itt valaki? Egyébként ezt a könyves polcot átnéztem. Simán kiadja a Keeper. Nagyon nem merek futni, mert tudod... fáj a láb a Keepernek. Nagyon. 5 óra 15 van, úgyhogy nem késtünk-e semmiről. Meg összenézünk itt a dolgokat. Fölmegy a Keeper az emeletre. Ott volt neki a kecója. Jaja. Megnézzük, mit hagytunk itt. Mert annyira mondtátok, hogy gyere ide vissza Keeper, mert itt vannak a jó szájréd. Minek csináltam én kettő időt ide? Na gyerekek. Ami. Jó, sok szar. Semmire való dolgok egyébként. Na, mindjárt. Nyugalom. Hosszú élet ritka. Nézzük át. Fenyődobosz, meg ilyen kutyafülit nem fogom vinni. Ezt a magot se fogom vinni. Ezt se fogom vinni. Ott meg leesett a zombi a távolba.
Ilyen leszkrepelünk mindent, meg ilyesmi, ezt is leszkrepelem. Üveg az nem kö. Leszkrepelem. Hús az jó, homok nem kö. Hát ezt leviszem, ezt leviszem, ezt leviszem, ezt leviszem. Most levigyem ezt. Nézzük, hogy ja, van ső, meg tudom javítani a dolgokat. Ez mi? Ja, ez az első ilyen, hogy mit kell csinálnom dolog, úgyhogy ez nem kell, scrap. Jó. Ez mit ad? Run speedet, meg karikapucitit. Oké, akkor nyomjuk be. Elvileg akkor most nem vagyok túl terhelve, tudod. X időre, mennyire? 10 perc? Na, az nem is olyan rossz dolog, ugye? Keeper, nem is vagy olyan hülye, mint amilyennek látsz az. Miért nem? Miért nem? Miért nem? No room, nincsen helyem. Figyelj, kaja nincs sehol. Vajon, nézzük meg. Csináljunk akkor kaját, nem? Hát ugye, ha már egyszer így vagyunk, meg 165 fa van abban a szarba. Ebben nincs semmi. Fákják vannak nálunk? Ja, scrapeljünk. Én mindig nem tudok. Javítsunk. Miért nem? Ja, mert itt izé, ja, mennek ezek, ja, itt nincsen hely, aha. Jó, bocsánat, nem figyeltem, mindjárt eszünk gyerekek, jó? Mindjárt bekapunk egy-két húzsit. Aztán jól leszünk, jó? 58, HP tudom, nem egy olyan túl sok. Ez ad HP-t, ugye? Meg a kaja is ad egyébként, azt hiszem. Meg ez is ad. Jó, egy ilyet is ráküdünk, az a biztos. Szépen fölmászik a HP-nk. Nézzük meg, mi az, ami esetleg szar. Itt már mint, hogy nem kell. Ezt leszkrepelhetném, minek viszem. Ugye? Fölösleges. Ezt is leszkrepelhetném. De mit lehet szegényből? Tudok ezért. Gázolért is csinálni vele, meg aszfaltot. Jó van csávókák, meg akkor megjavítjuk a csúzlikat. Ezt is javítsuk meg, meg akkor ezt is. Ez meg javítókészlet kell. Jó, okék vagyunk. Még van egy kajánk elvileg. Nem sokat töltött, de a semminél jobb. Meg akkor ugye még mindig nem vagyok túl terhelve, hány percig? 8 percig. Úgyhogy akkor gyorsak vagyunk, mint az 5 atom. Ja, jó, egész jól összeszedtük magunkat. Figyelj, én ezt a fákját akkor már fölkapom. Igaz, az nem sokba telik csinálni, de miért ne? Itt mi van? A fát ki kéne kapni. Úgy. Ezt a rácsot ilyen nem van, nem ott volt. Minek? Jó, van, vigyük azért. Oké, okay, akkor itt már nincs semmi olyan, ami annyira nagyon fontos. Ezt nem visz... Sőt, ezt ki is dobom, nem kell. Jó, figyelj, valaki idejön, akkor ezeket tudja itt találni. Nem sok értelme lenne neki idejönnie szerintem. Megyek gyorsan. Ura jó, jó ez az inekciós. Te itt ki van lutolva minden? Ha már egyszer vagyunk. Ha már egyszer, ha már egyszer. Nem emlékszek ám rá, hogy mi volt itt, vagy mi nem volt. Ott egy tyúk. Tyúk, elment a tyúk. Elment a tyúk, gyerekek. Egyébként erre a Run and Gun-ra le kéne raknom, mert nekem tetszett. Ja, hogy? Mondom, ezzel használom, de... Ja, a Run and Gun-ra kellene pakolnom. Mert szeretem, hogyha nem ilyen tökös, tök lassú lennék. Szóval van, biztos a izénél van, a staminánál, agilitynél, nem? Erre egyet rakjunk már, bazze. És akkor ugye nem olyan rohadt lassú leszek, amikor tárazok. Az mi az a láda ott fönt, te? Most láttam. Jó. Hát olyanokat lehet vinni, ami ugye van belőle több. Ez ebbe volt a benzin. Ott a tike. Ez a tik az ilyen golyóálló. Álljál meg, öcsém! Szígyelő a seggedet. Föl a hús. Hoppa, nem fér el, úgyhogy ide potyog, nem ugye.
A toll nem fér el, csak a toll. A hús szerintem lepakolta. Az van 13. Jó. Akkor. Menjünk tovább, itt lenne mit lootolni, de igazából ennyi, ez volt a lényeg. Ez mi ez? Fölvette sisak az ütést, vagy mi? Ó, most jó, jó vagy, gyorsabb vagyok, hogy raktam erre a szarra. Látod? Mozgás közben tudok futni. Tudok futni tárolás közben. Ez ugye nem volt, úgy nagyon kellemetlen volt. De utálom ezeket te. Fogadjál meg. Ajaj, itt sok lootolni való lenne. Csak a keeper. De haza kéne mennem, nem? Menjünk haza. Jó, akkor ide már nem érdemes gyűni. A bányában vannak dolgaim, elvileg. Nem olyan sok. Meg. Itt van egy pina. Erre kíváncsi vagyok, hogy ilyen helyen át tudok lőni. Aha, tök jó. Na de tényleg most már megyek haza. Itt bele kell nézni a szemétbe, de aztán semmi nincs sehol mi. A csaj az még nem halt meg, tudom. A csaj. Nagyon jó. Nagyon jó, hogy nem tudok mozogni gyorsabban tárolás közben. Na megyünk, oké? Okay? A következő ugye a kanyon lenne. Onnan kéne hoznom a cuccaimat. Várják, 2 perc, 3 percig még nem vagyok túl terhelve. Nem tudom, az biciklizéskor nem használ. Nincsen kávém. Nincsen kávém, mi? Jó, nem baj. Oppa, mi ez? Egy hármas kés, egy modifikáció. Közelharci fegyóra. De nem akarom. Valami esélyt, 10% esélyt adod volna, hogy bérezni kezd az, akit meg ütök vele, vagy nem tudom, valami ilyesmit olvastam. Lehet, hogy én szegényes angol tudásom nem elég ahhoz, hogy ezt kiokumuláljam, de az a lényeg, hogy megyünk haza, jó? Megyünk haza! Ó, oh, ott a nyuszi! Nyuszi! Szerintem megvolt. Kell hús, gyerekek! Ott a marára szerintem rám gyűl. Te arra úgy gyere! Szerintem eltaláltam. Ó, te fiú! Sörétesben van bőven lőszere, valami jobb sörétes fegyver. Arra se vegyem be. Baromira nem számít rá az ember, hogy elkezd futni. Most nem azért, de miért kezdne futni? Jó, az, menjünk már haza. Mindjárt lejár az a szar, aztán túl leszek terhelve. Hol a bicikli? Tökörészek itt. Tényleg túl vagyok terhelve, de menjünk haza gyorsan már. Ne ez legyen, hogy itt szarakodok. Azt nézem, hogy itt ugye van egy... Van egy folyó. Lehet, hogy át kéne rajt mennem, de az utóbb megyek, akkor lehet, hogy meg tudom kerülni. De... No. Menjünk torony irány, nem? Folyón majd át evickélünk valahogy. Igen, 5-3 másodpercig tart ez a túlterheltség mentes dolog.
Hús. Hús meg kell, bocs, bocs, kell kaja. Ütöttem a saját biciklivet. Kell a kaja, bocsi, kell. Na várja. Még elég sekély. Nem tudok kizérni? Nem lehet átbiciklizni? Spori, bicikli mély! Átgangoltam gyerekek. Akkor lehet ilyet. Nem kell leszállni a bicikli, rá lehet vele gangolni. Hú, bocs, tényleg nagyon összeszedetlen vagyok, gondolhatjátok, de próbálkozik a keeper, hogy valami történjen. Kaja piát föl kéne tolni, elég sok kaját szereztünk, összeszedtük a dolgainkat, ott jön meg egy ilyen kakadó az. Mindig azt hiszem, hogy rám jön. Amióta Démonia mondta, hogy vigyázzál, mert hogyha majd tűz a berengán, akkor biztos, hogy rám jön. De jó, hogy elfordítál. Igen, és most már 17-szeresen vagyok túlterhelődve, és rám is jön be az oda néz. Hogy rohagyom meg. Turul madár az mindig meg akar enni. Menjünk már haza. Egyébként Joe-nak mondtam, hogy hogy oldottam meg az FPS problémát, mondta, hogy megoldódott az. Ezért nem hitt benne, de az a megoldottam. Nyulat néztem ám, hogy hova. Ugye jó, komolyan mondom, ezt úgy imádom. Meg bicikli, meg elment borél. De úgy imádom, hogy állandóan ez van ezekkel a madarakkal. És még mindig el van törve lába, és még mindig fájlalja. Ez is egy tök jó dolog. Irónia volt. Na csaje, hagyjál békén, moré. Kutyál is ugat. Meg ott van megint a madár, figyeld, az is megint rám kanyarodik. Úgy lootolnék, csak nincs helyünk. Egyébként régen is ennyire szar volt az inventory? Ilyen kevés cucc fért elben. Tudom én, ilyen alfa 15 környéken, minthogy vagy 10 környéken, minthogyha akkor nagyobb lett volna. Nem az volt, hogy állandóan inventory problémám volt, komolyan, én úgy emlékszem erre. Éhezünk. Viszont az FPS probléma az iszonyat megoldódott, és tényleg Joe is mondta, hogy azért nem hittem benne, de megoldódott. A nyúl miatt, álltuk meg. Nem tudom, nem-e tudnék ilyen sonkás tojás csinálni most már. Ha ugye azt lehet, hogy kitanultam. Az jó lenne, de hol vagyok már meg már mikor érek haza? Megint kutya. Hoppa. Ja, mert ebből kivettem a lőszert. Mindjárt gyerekek pillanat teszünk, ugyan meg lelőjük. Az igen. Sikerült. Megmondom egyébként, mi az, ami zavar engem már így a saját játékomban. Túl lazán nyomom már. Azt hiszem én vagyok a Jani. Azt közben meg nem is Jani vagyok, hanem Attila. Basz. Ez sikerült esetem. Lelövöm majd csöcsön. Na. Éhesek vagyunk, törött lábba vagyunk, minden bajom van. Tényleg túl laza vagyok. Érzem, saját magamra érzem, hogy egyszer úgy fogok meghalni, hogy ilyen tök ilyen hülye helyzettől. Mert nem figyelek, hanem tényleg azt hiszem, hogy most már nagyon megy, azt a nagy lószart megy. Jó, mindjárt hazaérünk. Telezabáljuk magunkat, kipakolunk, ilyesmit csinálunk. Egyébként ott van a izé, látod?
Ott a bánya. A bányában nem tudom, volt ott értelmes cucc, amit érdemes hozni? Azért lehet, hogy még elugrunk. Menjünk haza, gyorsan kipakolunk. Itt is egy nyúl, jó van, már nem, több nyúlat már nem ölünk. Egyébként jó ez az inekció. Nem is tudom, ki mondta. De már tudom, ki mondta. Ott van a jöző kapadó, figyelj. Jó, mondta, hogy te meg ott maradsz. Ezt mondtam, innen lehetne egyébként jól támadni a bázisom. Innen. Látod, milyen közel lehet férkőzni? Nagyon durva. Úgy, meg kellene még csinálni a bázist is. Na jó, a gyerekek, ide hanyagul ledobom a izét. Brengárt. Aztán menjünk le. Jó, 10. napig még kell csinálni csomó mindent. Na. Süssünk, főzzünk, pakoljunk. Lehet, hogy elmegyek egyébként még a... Na ez... Azt hittem beakadt vagy valami. Be is akadt egyébként. Jó, van, tízik. Figyelj, milyen kaját? Itt a békönös kaja. Ebből tudok 3-at. Akkor adjál neki. Ebből tudok 8-at. Azt is csináld meg. Jó van. Addig kipakolunk, oké, gyerkőceim. És random helyekre, mert több más dolgunk van egyébként. Biztos rüjelitek, hogy én ezt fogom csinálni. De... Én... Random helyekre fogok kipakolni. Majd elrendezzük éjszaka, ugye tök ráérünk. Akkor kellene ilyenne foglalkozni. Azon kívül, hogy éhesek vagyunk, más bajok ugye nincs. Ezek maradjanak, azok maradjanak, ez az olaj, ez menjen. Ezt magammal viszem. Volt az ár. Volt, tehát hol a javítókészletem? Volt, nem? Hát figyelj, amit magammal akarok vinni, az ezt, és meg is kéne javítani. Hol a javítókészletem? Itt van. Ha nekiállunk építkezni, csinálni dolgokat, akkor azért legyen minden. Ez meg kuka, ugye? Mond nekem már egy. Oké. Csont. Jó, azt lerakjuk majd. Oké. Jó vagyunk, gyerekek, kaja. Bacon, hogy 36-ot ad. Ez meg csak 10-et. Hallod, ilyen sokat ad ez. Ez brutál, akkor ez a bacon és cucc, bazen, akkor tojást kell gyújtani. Hallod? Láttad ezt? Hogy mennyit ad? Ez durva. Jó, mit vigyünk? Víz kell. Ja, inkább tele iszom magam, nem megyünk a bányához, és összeszedjük most a cuccainkat minden. Oké, pénzt akartam magammal vinni. Hol a zsitó? Itt van a pénz. Ez meg. Mennyit, meddig fog még? Amíg meg? Nincs. Jó, megsütött mindent, ugye? Akkor kész. Jó, ettünk, ittunk. Pénz nálam van, be akarok menni a boltba. Uraim, most tudom, hogy nagyon... Várjál? Kraftolni is kéne. Tudom, nagyon pörgök, de... Szükség van erre, mivel kevés az idő, rohadt kevés az idő. Ugye nem sokára... Ó, nem vagyunk túl terhelve, kajaszintük, max, mindjárt max idénk lesz, HP-nk lesz, stamina is jól áll. Jó, minden frankó, pia is jó lesz. Ja, még mindig el van törve a lábam, mennyi? 27 másodpercig, ahogy rohadjam meg. Megnézzük az autómat, tehát kaja ügybe érdemes megnézni. Van ilyenünk. Mennyit ad? 5 foodot ad, érted? Nem biztos, hogy megéri. Nem is menjünk, 15-t most minek, érted? Ezt akkor csinálok kaját. Na, nézzük meg, nem lehet venni valami frankó dolgot. Itt, ugye itt mondtátok, hogy itt vannak a fasz a dolgok. Na, az mi?
Annyi, hogy 5%-a kevesebb damage-t kapok, hogyha felveszek valami sweetot. Jó. Ez mi? Cold resistet ad. Sörrecept. Ó, oh, van izé. Van ilyen nyílpuska, bazze. Az brutál lehet, hallod? Ú, bazze. 10 000-be kerül. Minimál egy izé. Nek a kasznia. Ja. Ó, oh, de lesz helikopter, 150 000-re. De jó! Helikopter! Kirabolom a csávot, lelövöm. Na, hát akkor ide nem érdemes volt bejönni egyelőre. De jó futunk, figyelj, nincs törve lábunk, nagyon gyors csáv└└└└============└└└└└└└└└└└└└└└└└└Bocs, ez muszáj volt. Nem megyünk még a bányához. Jött is vannak cuccaink. Nem halt meg. Egyébként miért nem a sörétes? A sörétes kéne erőltetnem abból... Abban rengeteg lőszerem van, de egyébként ez a Gun and Run, ez nagyon jó, hogy most tudok futni. Ja, a sörétessel kell hentelnem. Ne felejtsük el. Na, menjünk el a bányához, jó? A bánya... Meg kell kerülnem, ugye az úton végig megyek, az jó lesz nekem. Oké, végre nincsen semmilyen debuff rajtunk. Jól állunk, nincs, nem vagyunk túlterhelve semmi. Egyébként ott van, ugye még van egy ilyen... Milyen nevezik azt? Egy ilyen kincs megvan jelölve nekünk. De az baromi messze van, 1,3 km, most nem akarom erőltetni. Hanem inkább valószínűleg rá fogunk állni a... Ezért a cuccére elmegyünk, mégis nekiállunk craftolni és építjük a bázisunkat, mert két nap van és be fognak támadni olyan arcok, hogy csak úgy lesünk majd gyerekek. Ezért viszont tojást ezután gyűjtenem kell, mert sokkal jobb a tojás. Sokkal jobb. Itt volt cucc benn, ide be tudok már jutni szerintem, volt egy láda, tudjátok. Meg itt lehet, hogy le is tudnék menni, nem? Figyelj, várjál már. De ugye most már vannak ezek a kemény... Nagyon sok stamina. Kellett volna kávét főznöm, írta is valaki, hogy főzzék kávét, ez tök jó lesz neked. És hülye volt a keeper. Na erről beszéltem, figyelj. Bazza. Ez mi a szar? Miért ment szét, gyerekek? Én voltam a hülye? Nem, mi? Na itt is láttam be, mintha valami lett volna. Ó, oh, van itt, várjál. Fegyverkezünk. Ja, itt lehet lemennie, látod? Be tudsz jutni. Egy körülnézünk, itt még nem néztünk körül. Amíg nincsen, vagyunk túlterhelve, oda az a meglátásom, addig lootolunk a... Hoppá, workbench. Ugye ezeket nem lehet használni, ezeket a workbench-eket, ezek kis ilyen idejék disznek vannak. Lootolni lehet őket csak. Na, mi a szituáció, gyerekek? Le kéne mennünk, nem? Ott egy hátizsák. Hátizsákban szoktak jó cuccok lenni. Nem mindig, persze. Jó, hát itt lehet, hogy lemegyek. Megnézzük, meddig tart ezt szétverni. És akkor nem kell leugrálnom a frame-eket. Meddig tart ezt szétverni? Milyen állapotban vagyunk? Hát... Szerintem a szétverem... Az se lesz lassabb, mint hogy leugráljak a frame-eken. Vagy lehet, hogy igen. Jó, menjünk. Rüellem ezt. Jó. Hol, itt. Itt. Hoppá, csak kire törjem a tökömet, bazza.
Én volt, ezt terveztük ugye a legelső ilyen búvó helynek. Hát nem jött össze a mutatvány. Hoppa, hoppa tesó, ez majdnem meg sikerült. De ne, fia gyerek. A lajtorgya. Na mi a helyzet van itt? Ó, az én kis izém helyem. Itt nem sok cucc van. Itt nem sok cuccunk van. Fákják, hogy... Nem az én fákjam volt? Miért nem tudom? Mi ez? Miért úgy kellett leütnem a fák? Azt nem mond, mellé lőttem. Komolyan mondom, hogy szerencsétlen vagyok néha. Nem kibírta? Jó, hogy ezt a sörétest terültem, csak ez az lenne jó, hogyha egy tárasat tudnék készíteni majd. Pihenjére. Az ellen meg szétvertem egy ilyen domozt. Nagyon ügyes voltam. Hú, azért van itt cucc. De mi az, ami... Ah, no, ez igen, ez igen, ez igen, ez scrap. Itt még nem scrapeltem. Hanem itt még mindent össze-vissza gyűjtögettem. Biztos rüheltétek, mint a szar. Ugye? Ezt a húst nem akartam, meg a homokot se. Így azt kidobom a francba. Tudom, hogy ez kell... Tudom, hogy kell majd oda valami. Most egyelőre nem kell. Hú, kecsém, van itt minden, megint minden búcsúva. De tudok majd sütni nagyon jó dolgokat. Jó. Szerintem ennyi elég is volt. Itt átforjuk, megnézzük, hogy itt volt-e valami érdekes. Ez sima föld, nem? Ó, fasz. Mondjuk 500. Körbe is se tudnék menni. De nem, hát ezt kilutoltam mindent, meg 30 napra van állt valut, akkor hiába kompogatom érte. Jó, megyünk tovább. Nem szeret... Ott, az mi az a láda, te fiú? Figyelj, az nem az én ládám. Ugye várjál, ma mi van itt? Ez nem az én ládám. A bomba kettő gyógyszer. Te itt nem tudnék lemenni, valahogy okosban. Kitöröm a lábam, mi? Ó, mi van ott? Hé! Hey. Van ott még egy lejárat, hé, moré? Hát lemegy aki... Jaj! Hát ez mazli volt, tesó. Hoppa! Ja, várja, itt is be lehet menni. Tök élem. Bocs, hogyha nem tetszik. De, itt nem belehetettem. Sörétre gyújjunk. Szevasztok gyerekek, van itt hol valaki? Itt szerintem volt, amit már lejöttem, azt ide jutottam, ugye? Ugye kiderül, aha. Na ki van lutolva? Igen. Opp, szemetet nem néztem bele gyerekek. Ez lehet abban a jó cucc, mi? Kettő rongy. Jó, túl vagyunk terhelve. Körülnézünk még itt egy kicsit, mi van itt? 10 óra van, nincs sok idő. Nincs itt még valami? Rengeteg vas. Egyébként tudom, az én búvahelyem környékén is van egy csomó vas. Meg vagyunk a kanyonnak az alján, Mori. Mori nyú. Jaj, bocsánat, hogy így beszélek, de nagyon... Egyébként ide is befúrtam volna magamám. Azok mik azok a blokkok, tesó? A repülő valami csodák vannak. UFO dalták. Na, itt van a tojások. Most már jobban élem, hogy... Fájsz a tojásod, mi? Tojásnak már jobban örülök, mint a másnak. Ja, Jukka Juice-t is, egy csomó mindent tudom. Egyébként mindig írjátok, hogy mikor... Ne, srác is írta, mikor csinálsz már izét. Nincs is semmi érdekes. Mikor csinálsz már... Mit mondott? Zsebeket. Mindig eszembe van, és mindig elfelejtem, és... Itt nincsen valami érdekes. Nincsen valami érdekes. Fussunk. Most meg félek futni, mert... Mondom, el volt törve lábam azóta. Hoppa. Mi a szar ez? Ez mi manó ez? Mi manó? Épület együttes, bányás dolog ez? Bányás dolog ez? Nagyon izgott. Mi ez? Gyerekek, ezt tudjátok, mire emlékeztet? Ilyen...
Petra az a hely, ahol ilyen kanyonban van ilyen izé templom, tudjátok, az Indiana Jones egyik rész. Hűha! Van itt valaki? Indiana Jones egyik része is ott játszódott. De itt vannak. A indiánok-e vannak-e? Hűha! Kiesett az ablakon a gyerek. Szevasz haver, mi a helyzet? Tényleg a sörétest erőltetem, tudom, hogy nem a legjobb fegyver, de ebben annyi lőszerem van, mint a sár. De ezt viszont meghallja mindenki, az biztos. Mi ez a hely? Inka erődítmény. Ez nem olyan? Ez cooking pot. No. De itt aztán nem, eléggé szegényes berendezés. Azt mondom, ez valami inka izé. Rezervátum. Valaki koporog. Valaki van itthon? Még lehet följebb menni? Mi van itt? Itt lámpa nem mutatja az utat. Jó. Hoppá. Itt nincs sem. Itt is van egy tarm. Amit a Keeper föltarmna. Itt is van egy tarm. Amit a Keeper most már föltarmna. Gyert egy tesó. Ó! Hogy annyira imádom ezt a játékot. Olyan mondom, lehet egy játékot vihetnék egy lakatlan szigetre, lehet, hogy ez lenne. Mert ezzel annyit el tudsz lenni, most egy tárnában vagyunk. Az előző részben egy nagyvárosban voltunk, egy építkezésen. Most meg egy inka erődítményhez hasonló, bányával kombinált szituációba veretjük, mint az őrület. Ó, mi az Isten? Switch kapcsoló. Játék barátaim az urban, ne? Na meg milyen kalandokba lehet itt keveredni, az a durva. Tényleg. Rendes kalandokba keveredsz itt. Zárva vagyunk, de itt még nem jártunk. Van itt hol valaki? Ott a csába jel, földön. Ú, de jól néz ki, hallod? Jó van, öcsém. Most aztán Keeper megunta a mókát. Jó, ez baromi jól néz ki az a nagy terem, te Isten! Na, gyanús, hogy mintha... Mik ezek cellák? Tudnám használni, valaki itt sütöget egy gyereke. Szék az meg tudod? Tudod, megy a izébe. Három fal lett belőle. Ó, itt a loot! Oda nézzé, gyerekek! Mi a szar? Pipe machine gun! Gyerekek! Hallod? Izé! Nagyon jó! De egyébként ezek... Nagyon jó! Hallod? Hatos!
A hatos machine gun-t megkapta a Keeper, azt meg leszrepeli, mint egy ökör. Gyerekek, legjobb machine gun a játék, ne, hát mármint pipe machine gun, ugye van másfajta. Mindjárt megnézzük, mi van itt még. Valami jó legyen, valami jó legyen, valami jó legyen! Ez mi a szar? Jó, ez jó. Ezt mindig lesz krepelebb, mert szar, ezt megtékeljük. Jó legyen, jó legyen, jó legyen, jó legyen, jó legyen! És mindig egyébként ilyen szarok vannak. Jó, jó volt a machine gununk, örülünk neki. Itt egyébként ezek... Itt le lehet menni? Mert az gyanús, hogy nézd már meg. Itt ha le lehetne menni. Titkos hely! Nem. Ez ilyen WC. Ezek szerintem cellák voltak. De az mi? Ott egy koporsó, bazzik. Tőled ez valami ilyen ásatás, nem? Vagy mi a szar? Nem valami ilyen boss lesz itt, vagy valami ilyesmi. Mi van abban? Koporsó, dík. Ott kettő, három csont. Esküszöm, azt hittem, hogy itt lesz valami érdekes. Ez mi? Itt valami ásatás volt, tök jó. Ez egy ilyen valami, mit tudom én. Valami inka uralkodónak a szárnyas kígyónak a... Tikálnak a sírja, gyerekek, tikálnak a sírját megtaláltuk. Akit az UFO-k evittek, vagy az UFO-val kell elment. Jó, hát figyelj. Nem volt rossz. Ilyenekkel megy el már az idő, aztán a Keeper nem csinál semmit, nem fejlődik. Csak a hülyeség, azt a betyár, ez egy kicsit magas lenne a Keepernek lehet. Viszont a Gerendára ráugrok, azt szerintem ügyes leszek. Hoppá! Gyerekek, itt 10 év van. Hoppá, jó volt. Nem így gondoltam, de itt minden... Mi van? Fekszel az? Arra vagyok kíváncsi, az mi ott? Egyébként ezekben szerintem nincs semmi, mert igazából ezek ilyen a főzőerényen kívül, mert ezek mi az tök jó? Ezek mondom ilyen aszték vagy valami, inka vagy ilyesmi. Sír lehet. Ne, legalábbis, vagy nem sír, hanem ilyen kis város. Nekem annak tűnik. Ez mi a szóval? Nézd ki. Oh. Mondom, ez valami valami. Ez valami valami. Csak ide hogy jutok föl, tesó? Megoldott a Keeper, hogy ide lemászott. Hát arra nem kéne menni. Most nem tudom, hogy jussak innen föl, tesó. Jó, hülye voltam. Ott a híd. Áh, te fiú! Ha elmegyünk a híd fele, vagy nem tudom, valamit kitalálunk. Már itt hol a házam? Akkor itt van az a házam, akkor itt kéne kivenni, és akkor oda is jutnánk. Az mi? Hát, itt nem igen köfe mászni, mi? Kár. De jó néz ki a textúra, de itt nem fogok fölmászni. Hát de lehet, hogy el is búcsúzok gyerekek, mert kb. Ma időben vagyunk. Kicsit összeszedtük magunkat. A következő részekben most már mindenképpen a kalandozást le fogjuk felejteni. De itt fel kell jutnom valahogy el. A kalandozást el kell felejteni, és neki kell ugranunk a bázisépítésnek, mert igazából kb. Másfél napon vissza. Ami nem nagyon lesz jó. Ja, van egy csomó cuccunk, úgyhogy megint. Főzőeré, ez a kapcsoló. Azt se tudom, mik ezek, komolyan. Amikor még én tudtam, akkor ilyen nem volt. Ja, építkezés lesz. Ezt leszkreppelem, úgyis tudok csinálni, meg sörét annyira nem kell, hogy az hihetetlen. Jó.
Ezt is leszkreppelem. Tudok önteni, ha akarok. Oké. Elbúcsúzok, gyerekek. Hát gyűjtögettük ezt-azt. Csodálatos minden. Egy darab fákja foglalja. Helyecskét! Ne foglald a helyet. Egy darab fákja. Csúnya voltál. Kidobta a keeper. Tollam egyébként millió darab van, azt is nem tudom minek viszont. Jó, ennyi lesz gyerekek. Tojás, tudunk sütni ezért. Kaját. Nagyon frankó. Következő részekben építkezünk, mint az állat. Fölkészülünk a legrosszabbra. Nagyon félek, mert valószínűleg nagyon ügyes játékosok is fognak jönni, és nem tudom, hogy eléggé felkészült tudok-e lenni arra. Na, köszi szépen figyelmet, jók legyetek. Csumi cső, csá!